A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat tekintve, hogy mindannyian tudjuk, hogy Székesfehérvár sportváros, amelyben egy-egy klub sikeres versenyzőit, edzőit mutatjuk be. Én azt gondolom, hogy a MÁV előréről mindenkinek eszébe jut, hiszen az elmúlt időszakban beszéltünk már róla. Egyrészt a régi időkből a labdarúgás, de aztán itt volt nekünk természetesen az ökölvívás, most már a röplabda is szárnyal, ha úgy tetszik, és még egy szárnyaló sportágat fogunk bemutatni, ami nem más, mint a rúcsport szakosztály. Nagy tisztelettel köszöntöm Kelemen Nikolettet, a szakosztály vezetőjét és alapítóját. Örülök, hogy itt van velünk. Üdvözlöm, köszönöm a kérést. Egy nagyon fontos pillanat, hiszen az elmúlt időszakban fantasztikus sikereket ért el ön és a tanítványai egyaránt. Erről beszélgetünk, de hogy megismerkedjünk ezzel a sportággal, mert valljuk meg, hogy meglehetősen egy köznapi sportrajongó meglehetősen keveset tudott az elmúlt időszakban róla. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, hogy miként választotta ezt. Ehhez azonban egy rövid idézet öntől, ami kellően játékos ahhoz, hogy aztán komolyra fordítsuk a szót. Azt mondta ön, hogy majomnak születtem, imádok lógni, mozogni, egyensúlyozni egykoron. No, hát igen, egy kicsi lány, aki kellő mozgásigénnyel rendelkezik, az nyilvánvaló, hogy elkezd valamit csinálni ilyen értelemben. Hogy kezdődött az ön pályafutása? Hiszen meglehetősen különleges az az életút, amit magáénak tudhat. Igen, köszönöm. Igazából ezt azért is vallom, hogy majomnak születtem, mert lehet bohókásan hangzik, de a kínai horoszkópom az majom. És hát itt megjelenik a jegynek az elemei, hogy nagyon szerettem csimpaszkodni, lógni gyerekkoromban, nagyon-nagyon hajlékony voltam, mondhatni extrém hajlékony voltam, és bődületes magasságokba képes voltam felmászni és ott egyensúlyozni, tehát ez már tényleg pár éves koromban megjelent. Majd 8 éves koromban balettoztam. Sajnos csak egy évig tudtam ezt csinálni, mert engem a nagymamám nevelt egyedül, és neki nem volt erre anyagi kapacitása, hogy támogassa. Ettől függetlenül én mindig nagyon sokat táncoltam, és spárgáztam, és hajlongattam minden porcikámat. A táncot már idejekorán kitalálta, alig 10 éves volt. Én azt hiszem, hogy a tehetség az önmagáért beszél, és nem lehet megállítani. Igen, azt hiszem, köszönöm. Tehát táncversenyt nyert, mint tudjuk. Igen, igen, igen. Ez egy McDonald's-os rendezvény volt. Gondolta volna, amikor elindult és felcseperedett már ifjú hölgyként, hogy erre vezet a pályája, hiszen 16 esztendősen olvasom, hogy táncolt már, de hát melyik lány nem táncol. De amikor kellően komolyan veszi ezt valaki és hivatásul választja, az egy hatalmas döntés. Igen, gyermekkoromban voltak álmaim, vágyaim, akár a balettal, akár egy ilyen populáris tánccal kapcsolatban is. Majd amikor felnőtté váltam, és mint említettem a nehéz hátteremet, én úgy döntöttem 21 évesen, hogy bejárom a világot, és megpróbálom magam a tánccal egy kicsit előrébb helyezni, anyagi forrásokban gondolkodva. 21 éves koromtól 27-28-ig táncoltam szerte a világban. Bejárta a világot. Így van. Tehát mi az a tapasztalat, amit ott gyűjtött, illetve nyilvánvalóan az anyagi lehetőségek azok a meghatározóak voltak, viszont egy olyan stílus tanult meg, amit aztán a később is hasznosíthatott, hiszen táncolni mindenütt, én azt mondom, hogy mindenki megelégedésére, egy rendkívüli kihívás. Igen, tele volt kihívásokkal, kétségkívül.
amit a külföldi létem adott, az az, hogy a világ az tágas és nyitott. Tehát a korlátainkat azt mi magunk szabjuk, és mi magunk iktatjuk ki is akár. Ezt nagyon jól megtanultam, nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznem, mint magánéleti, mint ugyanígy a táncban is, hiszen azért érnek atrocitások, főként Magyarországon értek atrocitások ezzel kapcsolatban. A magyar tudatban nem nagyon fér bele az, hogyha valaki külföldön táncol, akkor nem végez valami csúnya munkát is mellette. Ezzel én megpróbáltam nem foglalkozni soha. Mindenki maga tudja, hogy mi van a lelki ismeretében. Én büszkén nézek minden nap a tükörben. Akkor is ezt tettem. Úgyhogy nem foglalkoztam vele. Tehát azért az igényes tánc, nyilván revütánc az rendkívül fontos. Én azt mondom, hogy bármely kultúrközegben elfogadható, az egyértelmű, és nagyon sok tapasztalattal bír. Leginkább azért, mert fizikálisan is fel kell készülni mindenképpen erre, és ráadásul mindig újat és újat tanulni, hiszen soha nem ugyanaz. Ez a későbbiekben segített, ami az ottani tapasztalatok? Rengeteget, hogy ne. Olyan érzékem van koreográfiák összeállításában, amit azt gondolom, hogy megint csak ilyen magával hozott dolog, vagy belülről ered, mint hogy ahogy majomnak születtem. Igazából tény, hogy 8-10 éves korunkban már a barátnőinkkel is mindig koreográfiákat állítottunk össze. Úgyhogy igen, valamint ugye a színpadi jelenlét, az, hogy minek van sikere, minek volt sikere, hogyan, milyen szögből mutassuk a testünket, stb. Ez mind nagyon fontos. És ez a rútsportban is nagyon fontos, ezek pontértékeket érnek nyilván. Mi hozta haza? Gyakorlatilag minden. Én szeretem a hazámat, szeretem a családomat, a nehézségek ellenére büszke vagyok a családomra, hiszen olyan értékeket képviselek, mint szeretet, hűség, őszinteség. Nem is tudok azonosulni sok mindennel, ami a mai világban zajlik, nem is kívánok. Melyik volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy az ott tanultakat, tehát mindazt a kitartást, nyilván ez önnél tehetséggel volt ötvözve, ezt próbálja hasznosítani itthon? Nem tudnám pillanatként megélni ezt. Ez egy hosszú folyamat volt. Igazából, amikor abba hagytam a táncot, akkor azzal a céllal hagytam már abba, hogy gyereket fogunk vállalni az akkori párommal, ugye a gyermekem apjával. Majd, amikor újra munkába szerettem volna állni, akkor már eltökélt vágyam volt, hogy nem szeretnék alkalmazottként dolgozni, hanem szeretnék valami sajátot létrehozni. Akkor még egy stúdióban kezdtem tanárként, és az egy-két év tanításnak az eredményeként jött az az érzés, hogy saját termet akarok, saját csapatot akarok. Nagyon szépen fejlődtek a csapat tagjaim, és nagyon szép eredményeket értünk el az első pillanattól kezdve, tehát ez alakította ki bennem a hivatásérzést. Egy kicsit határozzuk meg a rúdtánc miben létét, hiszen azt nagyon a rúd rendben azt tudjuk, ugyanakkor ez egyik oldalról nagyon komoly fizikai felkészültséget igényel, másik oldalról pedig mindezt ötvözi a művészettel. Igen, sok dolog ötvöződik egyszerre. A tánc is jelen van, bár talán azt mondhatnám a legkevesebb részének ennek a sportágnak. Nagyon fontos a torna, a légtornának az elemei is megtekinthetők benne, a balettnak az alapkövei is ott vannak, és hát igenis fizikai fitness erő is szükséges hozzá. Milyen elsődleges készségek kellenek ehhez a sportághoz? Kitartás. Tehát kitartás. Igen, azt gondolom. Nem az arany, nem a nyitja, rabja teszi a kalitkát, ez a titka. De rendben van, de nyilván kell, ez egy folyamat része. Hogy kezdődik az alapoktatás, hogy aztán elérjünk azokhoz a sikerekhez, amelyek meghatározzák a pályafutását itt Székesfehérváron? Hát most elmondanám azt, hogy igazából én nem tanultam, hogy hogyan kezdődik ez az alapoktatás, vagy hogy honnan kellene kezdeni. Igaz, közben már elvégeztem ilyen edzői vizsgákat, de tartom a saját szabályaimat. Én mindig az egyént mérem fel, hogy neki milyen készségei vannak,
és milyen nehézségei vannak. A nehézségeiket egy picit úgy mellékesen kezelem, én magamnak elkönyvelem, hogy mire kell hangsúlyozni, és mindig az erényeiken keresztül találom meg az utat, hogy hogyan fejlődjön minél gyorsabban valaki. És ezzel sikerrel járt valljuk meg. Igen, igen. Amikor elkezdte a gyermekekkel nyilván, vagy a legkisebb korosztálytól egészen a felnőttekig egyszerre indult el ez az egész. Egyáltalán mi történt akkor, amikor bekopogott a MÁV előréhez, hogy szeretne egy szakosztályt létrehozni? Hogy fogadták? Szerencsére nagyon jól fogadtak. A MÁV előrét én 2016-ban kerestem meg, akkor Bozsák Károly volt az elnöke, őt egy ismerősön keresztül hallottam, hogy esetleg lehetne nála helyet találni a csapatomnak. És ez azért volt indokolt, mert akkor egy növendékemet, egy 9 éves kislányt kijuttattam a világbajnokságra. Majd sajnos már nem tudtam elkísérni oda, de ez lényegtelen, azt hiszem. De nem lényegtelen, mert nyilvánvaló, hogy ilyenkor azért felmerülnek, hogy van egy remek edző, akinek van egy szintén remek tanítványa, nagyon sok munka van mögöttük. Egy világeseményre nem tudja elkísérni, ez nyilván pénzkérdés ebben egyik oldalról. Másik oldalról pedig nagyon-nagyon fontos, hogy ettől függetlenül elindulhatott azon az úton, ami már, én azt mondom, hiszen itt van velünk, és mi is olvashatunk a sikereiről, ami sokkal többet jelent. Igen, igen. Végül is rátapintott a lényegre, nyilván, hogy nekem sem lényegtelen, hiszen ez egy nagyon nagy törés volt az én szívemben. Rengeteg energiát belefektettem a kislányba, szinte sajátomként neveltem és edzettem. Nem is volt anyagi vonzata ennek, tehát nem azért fektettem bele azt a sok energiát, mert nekem az kifizetődött volna. Ellenben a sikere az abszolút az enyémnek tudtam, és nagyon boldog voltam. Majd az anyuka hátba veregetett, hogy elviszi profikhoz, hiszen nekem erről ugye papírom nem volt, hogy én mekkora profi lennék. Az anyuka pedig nem fogta fel, hogy milyen fontos lehet a kislánynak az életében is az én kezemnyoma, és hogy nekem milyen fontos lehet ez a hátbadöfés, ennek tudtam be. Elég sokáig szenvedtem miatt a lelki szinten. Majd rádöbbentem arra, hogy igazából ezzel is csak kaptam egy újabb leckét, hogy akkor mit is csináltam rosszul, mert túl sokat adtam, és túl keveset vártam cserébe, azt hiszem. Viszont nem adta fel. Én nem azt hiszem, hogy fel. Ez volt a legfontosabb, az egyik legfontosabb pillanat a pályafutásában. Hiszen akkor elindult felfele ívelni. Egyre többen lettek. Igen. És nyilván valamennyi korosztály, és én bizonyos vagyok benne, hogy ez megerősítést jelentett önnek. Igen, hosszú távon abszolút. Tehát a töpörtjüktől a nagymamákig, kis igen. Túlzással természetesen. Nem túlzással. Nem túlzással? Konkrétan, igen. Ez nagyon-nagyon jó. És nyilvánvaló, hogy jöttek az eredmények is. Ez miben mérhető egyébként? Tehát mi a fejlődés záloga? Ugye arról beszéltünk, hogy jó, hogy nagyon sok minden kell ehhez, tehetség, szorgalom, kitartás és így tovább, de hogyan lehet olyan koreográfiákat teremteni, amelyek megállják a helyüket, ha úgy tetszik, az országos, illetve a nemzetközi mezőnyben is? Bődületes kritériumok vannak egy-egy versenyen, főleg az ilyen országos bajnokságokon és sportbajnokságokon, mert hogy vannak különböző versenyek, vannak ilyen kisebb szabásúak, ami mondjuk nem kvalifikál egy házi bajnokság, egy stb. Bár házi bajnokságon nyerni is nagy valami, szerintem, hiszen egy házi bajnokságon mindig a saját háza felé nyúl a zsűri, és onnan is hoztunk érmet. Az is büszkeség volt az országos bajnokságokon. Nagyon durva szabályzatok vannak, 80 oldalas A4-es könyvet képzeljünk el, apró betűkkel szedve, hogy mikre kell figyelni, mik nem történhetnek meg, miért jár kizárás, miért jár mínuszpont. Mindenre kitérő szabályzat van. Tényleg a testtartástól, a ruhán keresztül, a történet elmesélésen át, a bizonyos elemeknek a szöge és hajlékonysági foka, és minden irányból meg van tekintve egy-egy elem, hogy miknek kell megfelelni, minek kell megvalósulnia. És aztán ebből egy egészet gyúrni úgy, hogy az se a szabályokat ugyanes értse,
és mindinkább, hogy minél többet tudjon újat nyújtani a zsűri számára. Tehát folyamatosan fejlődik ez a sportág is. Nagyon gyorsan. Mi a tendencia egyáltalán, tehát mi a világtrend a fejlődés tekintetében, hiszen nyilvánvaló, hogy rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy valaki, és tudjuk, hogy az ön tanítványai már ott vannak a világ elitben, hogy ott is megállják a helyüket. Ilyenkor rendkívüli a felelőssége a mesternek, hiszen az egyik oldalról egyik évben nyertünk, a következő, ha nem tartjuk a lépést a világgal, akkor óhatatlanul is elhalványul az előző siker is. Igen, igaza van teljes mértékig, és biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sok edzőnek nyomást jelent. Az én fejemben ez nem jelent meg eddig, megmondom őszintén. Én a fő szabály nálam, hogy mindenki jól érzi magát, ezzel nyitom az ajtót, és ezt hangoztatom nap, mint nap. Tehát, hogyha valaki nem érzi jól magát, és nem akar versenyezni, akkor ne tegye. Nyilván, hogy a versenyidőszakok nekem is nagyon sok energiát és feszültséget hoznak, visznek, de azt hiszem, hogy az eredmények tekintetében, és nem az érmekről beszélek, hanem az ott töltött pillanatok, a leküzdött akadályok, azok számomra az eredmények, azok meghozzák azt a miértet, hogy miért fektessen önök bele a következő évben is, és a következő évben is. Tehát önök egy nagy család, igazi közösséget alkotnak. Hogy telik egy edzés? Egyáltalán hogy épül fel egy edzés? Én mindig bemelegítéssel kezdünk. Nagyon fontos a mi sportunkban a nagyon nehéz bemelegítés, hiszen az ízületeink, váll és hátizületek nagyon keményen terhelés alatt vannak. Nem beszélve nyilván a csípőről, hiszen a spárgákat is óhatatlanul nyújtani kell és tartani. A szinten tartás szerintem legalább olyan energiát igényel, mint a kezdetben a sportágunk alapjainak az elsajátításai. Ha csak nem nagyobb energiát igényel, mondjuk egy tinédzser szervezetet tekintve, az, hogy szinten tartsa az erejét, a hajlékonyságát a tinédzsereknek, nagyon nehéz dolguk van. Nagyon fontos. Nézzük az eredményeket, mert ez nyilván mindent az eredmény bizonyos értelemben a közösségi léten túl az eredmény határoz meg. Ahogy olvasom, a Rúdsport Magyar Bajnokságon taroltak, mondhatom, és számtalan korosztályban. Ez azt hiszem, hogy bizonyítja, hogy egyrészt erre a sportágra szükség van, másrészt büszkeséggel töltheti el a versenyzőt, a mestert, a gyermekek szüleit, tehát tulajdonképpen mindenkit. Tehát ilyen értelemben kerek a világ? Csodálatos a világ, igen. Akkor beszéljünk a győztesekről. Bár tudom, hogy ön is indult a versenyen. Volt olyan, bár a ma leszes magyar bajnokságon nem, és több éve nem versenyzek. De azért előfordult. Előfordult. Jó, akkor nézzük azokat a fiatal és kevésbé fiatal tehetségeket, akik kellő szintet értek el, hogy indulhassanak a bajnokságon, és ott pedig eredményesek voltak. Kicsit beszéljünk róluk. Mire gondolt, személy szerint? Személy szerint természetesen. Lányokat? Említsük meg őket, hiszen nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak Székesfehérvár sport életében. Jó. Most a múltra is, vagy hát a csak a jelenre? Hát egy kicsit a múltra is, de inkább a jelenre fókuszáljunk, hiszen a jelen a jövő is. Értem. Bár a múlt határozza meg, mint tudjuk. Értem. Hát a legelső, akitől már említettünk, ő a Kocsas Liszki Panna. Ő jelenleg az artista képzőben fog végezni, ha jól tudom, idén vagy legkésőbb jövőre. Ő a 16 óta nem nagyon tartjuk a kapcsolatot, viszont én figyelem, hogy gyönyörű szép pályafutása van. Ez nekem ugyanolyan boldogság, attól függetlenül, hogy már nem tartjuk a kapcsolatot. Már a második lányomat sikerült bejuttatnom az artista képzőbe. Ez szerintem csodálatos. A jelen tanítványaimra kitérve, hogy ne húzzam annyira az időt, hiszen sok év eltelt azóta. Most van juniorban több olyan lelkes tanítványom, akik már 3-4-5-6 éve járnak, változó, ugye, hogy ki milyen gyorsan fejlődik, vagy milyen régóta jár hozzám. Több profi kategóriás junior 1-es és 2-es csoportba sorolható lányom van. Külön sorolják a gyerekeket,
úgyhogy 6-tól 10 éves korig, vagy 6-tól 9 éves korig, ez a pre-junior, aztán van a junior 1, az a 10-től 14-ig, van a junior 2-es, ugye ez pedig a 14-től 18-ig, a következő kategória 18-tól 40-ig, ez egy elég széles kategória. Ebben a kategóriában küzdöttem meg a magam útját ilyen 30 pluszosan, úgyhogy nem volt egyszerű a versenyzés a 10-20 évesekkel. Felnőtt versenyzőm, aki ebbe a kategóriába éppen belépett, most idén nem kapott érmet, illetve a tavalyi versenyben, amit ön tarolásnak jelzett, igen, sok szép érmet hoztunk. Fél éve járt a Kajfis Klaudia hozzám edzeni, amikor így rábeszéltem, mert szerintem az is egy pozitív jelző nálam, hogy UFO-nak született, tehát hatalmas párgai vannak, és mindent, amit én mondok, hogy ezt úgy kell csinálni, azt addig gyakorolja, ameddig úgy is lesz. És hát az első versenyén fél éves tudással hozott egy aranyérmet, ami nagyon meglepődtünk, és hát most ebben az évben ő a kis fél éves tudásával a nagyon profikhoz került be, tehát nyilván, hogy nem az első helyeken végzett, de ettől függetlenül én nagyon büszke vagyok, hogy a legjobbak között van az ő neve. Megemlíteném a 40 pluszos és az 50 pluszos tanítványaimat is, és mint mondta, az 50 pluszos már igenis, hogy nagymama, úgyhogy nem túlzott a kijelentés, hogy nagymamákat is versenyeztetek konkrétan, és ő egy bronzérmet hozott az idei tavaszi artistik versenyről. A 40 pluszos tanítványom, ő nagyon régóta a csapatunknak a bútordarabja, mondhatni. Ő nagyon sok erős példát mutat arra, hogy ne adjuk fel, és tartsunk ki a céljaink mellett, mert megéri. No, egy valakiről kell, hogy külön beszéljünk, mégpedig azért, hiszen egy ilyen műsorban vendégünk lesz Porga Zsaklin is, aki egy különös utat járt be. Én azt hiszem, hogy példa arra, hogy mi mindent lehet kellő szorgalommal és tehetséggel elérni. Hát azt hiszem, hogy ő az egyik legfényesebb csillagom, hogyha így mondhatom. Nagyon büszke vagyok Zsaklin eredményeire. Tény, hogy kőkeményen küzdöttünk meg az első években is, és most is a további fejlődéshez. De talán minden küzdelmet megér az, amiket mi együtt közösen elérünk. Én nagyon örülök, hogy mindezt elmondta, és hogy ezt tette mosolygós szemmel. Ennél fontosabb nincs. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében, minden sportkedvelő, sportrajongó nevében kívánok egy ugyanolyan jövőt, mint amit a múltban felépített, és a jelenben pedig meghatározóan tesz ezért, hogy olyan legyen a közeli jövőben, meg a távolabbiban is, és hát további sikereket. Melyik lesz az a következő megmérettetés, ami fontos? A legközelebbi versenyszezon október-november környékén várható, több versenyre is készülünk. Nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat. Nincs kétségem felőle, hogy ez még talán kevés volt, mert hogy ugye azt is tudjuk, hogy rövidesen a légtorna másik válfaját is elkezdik, a karikát. Igen. Ami további sikereket tartogat. Bizonyos vagyok benne. Ehhez kívánok erőt, egészséget, kitartást és további olyan edzői alázatot, ami képviseli. Köszönöm szépen minden fehérvári sportrajongó nevében, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Rúcs Sportról beszélgettünk, és ígérem önöknek, hogy még a későbbiekben lesz egy olyan adás, amikor szintén ez kerül szóba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.